Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, legyenek szívesek helyet foglalni. Sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a borongós januári napon. Talán sokkal kellemesebb lesz itt bent, mint odakint. Épp arra való az idő, hogy elbeszélgessünk a történelmi múltról. A Rubikon Intézet és a Matthias Corvinus Kollégium közös rendezvényén üdvözlöm Önöket, és felkérem Szalai Zoltánt, a Rubikon Intézet társelnökét és a Matthias Corvinus Kollégium igazgatóját, hogy tartsa meg bevezető beszédét. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Vendégeink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rubikon Intézet konferenciáján, amelynek témája egy immáron 1100 éves geopolitikai toposz, vagyis a dunamenti népek együttműködése és összefogása. Mai tanácskozásunk több olyan tervet, elképzelés is érint, amelyek a dunai népek életének közös megszervezését tűzték ki célul, akár egy föderatív államban, akár valamilyen, vagy éppen osztrák-magyar primátussal bíró államszervezetben. A Duna szimbolikus folyó összeköti a Fekete-erdőt a Fekete-tengerrel, vagyis kapcsolatot teremt Közép-Európa, Dél-Kelet-Európa és végső soron a világtengerek között. A Duna történelmi és kulturális referencia, amihez a dunamenti népek minden nyelvi korlát nélkül mind a mai napig erősen kapcsolódnak. Mégis a Dunára hajlamosak vagyunk határfolyóként gondolni, pedig a történelem során talán csak Pannonia provincia megalakulásakor volt természetes határ. A többi, több ezer évben is inkább csak a trianoni békediktátum eredményeként tekintünk úgy rá, mint egyik északi határvonalunkat megrajzoló folyamra. Ám a határokat ma egészen más jelentéssel bírnak, mint egykoron. Az Európai Uniónak és a Schengeni Egyezménynek köszönhetően a dunamenti népek lépésről lépésre újra megtapasztalhatják történelmi összetartozásunkat, már amennyiben a nemzetiségi kérdéseket félre tudják tenni, és inkább azokra a közös jellemzőkre tudnak figyelni, amelyek mindannyiunkat meghatároznak. Németh László, aki maga is számos alkalommal beszélt a dunamenti népek összetartozásáról, plasztikusan, tejtestvérségnek nevezte ezt a viszonyt, mintha metaforikus értelemben a Duna adná meg e kötelék igazi súlyát. Egy helyen úgy fogalmazott 1933-ban. A döntő különbségek az egysorsú népek közt tűnnek ki, szülők kedves szokása, hogy gyermekeiket összehasonlítgatják, s a mi sorstestvériségünk a dunamenti népek. Ahhoz, hogy bármilyen együttműködés ötlete egyáltalán felmerülhessen, mindig is többre volt szükség, mint pusztán földrajzi adottságokra, vagy éppen gazdasági észszerűségekre. Arra a közös történelmi tapasztalatra, amit évszázadok egymás utánaiságában élhetünk meg. A békés korszakok és a viharis időszakok egyaránt alakították népeinket, nem ugyanúgy, nem egyenletesen, de biztosan és határozottan, éppen úgy, ahogy a Duna is kiváltja a maga medrét az évezredek alatt. Kezdve a középkori Magyar Királyságban jelenlevő hungarus tudattól egészen bizonyos értelemben a manapság újra felerősödő közép-kelet-európai tudatig az összetartozás ideája valamilyen formában mindig jelen volt a régióban. A kooperáció megerősítésére, valamilyen keretrendszer kitalálására, megalkotására a 19.-20. Században számos javaslat készült magyar és egyes más népek részéről is. De érdemes azért legalábbis említés szintjén utalni azokra az ötletekre, amelyek szintén érintették a dunamenti népeket, ám nem az érdekegyesítés, hanem az itt élők megosztására tett kísérleteknek a legjobb példái. Ezek közül talán a legismertebb koncepció Naumann Mitteleuropa koncepciója. Naumann 1915-ben publikálta idehaza is nagy vitát kiváltó tanulmányát, ami később nagyban meghatározta a német geopolitikai gondolkodást a térségben. Természetesen a német elsőbséget feltételezve a létrejövő politikai-gazdasági tömbön belül, valamint szláv bámállamok sorát létrehozva a tömb keleti határain. Ebbe a körbe tartozik legalább kísérlet szintjén a Kisantant is, amely a magyar elemet igyekezett kilúgozni a dunamenti népek összefogásából. A térség sokszínűségében a nagyhatalmak mindig is a gyengeségünket látták, részérdekek mentén játszottak ki egymás ellen minket, és ez példázza talán leginkább le a II. Világháború.
Pedig a sokszínűség nem szükségszerűen gyengeséget, csak az itt élő népek józan belátásán múlik, hogy felismerik-e, hogy a bajaink és az örömeink is hosszú távon közösek. Akár magyar, osztrák, szlovák, szerb, horvát, román, akár bolgár, végül is egyazon folyam fut végig mindannyiunk országain. A Dunamenti népek együttműködésének fontossága ma is legalább annyira napirenden van, mint a 20. század első felében. Úgy is mondhatnánk, örökzöld geopolitikai téma. Arra biztatom önöket, tartsanak velünk a konferencia mindkét részében. Az első rész levezető elnöke, akit már láthattak, a Rubikon Intézet főigazgatója, Háner Péter. Át is adom neki a szót. Köszönöm szépen a figyelmet, hasznos konferenciát, jó beszélgetéseket kívánok önöknek. Köszönöm a figyelmet. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.